digitális eszközök gyakorlatilag ma már egy nagyon jó felkészült laborban kellékek, szükséges kellékek, tehát helyben vannak. Ez régebben úgy történt, hogy jó esetben egy szkenner, egy digitális szkenner volt a fogtechnikai laborban, és utána ezeket az információkat elküldték egy külföldi gyártóközpontba, ez legyen akár Stockholmban, vagy az Európa más nagyobb városaiban, és meg kellett várni, amíg a leszállítás megtörténik, ez napokat, olykor heteket vett igénybe. Ma már gyakorlatilag ott a fogtechnikus asztala mellett megtalálhatók a szkennerek, és gyakorlatilag a maró berendezések is, így tehát napokat, nagyon sok időt meg lehet spórolni ezzel. Egy jó fogtechnikus mindig is precíz munkát csinált, csak nem mindig, ugye, lehet, hogy egy rossz napja volt, meg az anyag, meg stb. Beleszólt ebbe. Ez egy kicsit kiveszi ezt a bizonytalanságot, esetőséget az a kezükből, és sokkal megbízhatóbbá válik azáltal, hogy a ugye, gyárilag előállított, industriálisan előállított anyagok, tehát a minősége is jobban lehet ellenőrizni, és nem annyira szorítkozik egy embernek a kezére és tetejére, hogy így megbízhatóbban a minőség javul. A digitális technika az biztos, hogy egy nagyon komoly segítség, de azt gondolom, hogy a szakértelmet, az emberi érintést a munkákból azért nem fogja kiölni teljesen. Ezek gyakorlatilag, amit a gépek előállítanak, ezek olyan elemek, olyan felhasználandó fogtechnikai kellékek, amik aztán még igénylik azt, hogy az emberi kéz, a kerámia, az ecset, a rétegzés, ezt egyedivé tudja tenni az adott páciens számára.